Sziasztok, 11-esek, és üdvözlök minden érdeklődő youtubert. A mai alkalommal a német egységről szeretnék beszélni. A mai órán összegyúrjuk Európa utolsó hatalmi vákumában. Vákumából létrehozunk egy egységes nemzetállamot, utolsó a sorban Németország. A német térség ugye onnantól kezdve, hogy a Német-Római Császárság szétesett a 13. század közepén, onnantól kezdve, bár létezik a Német-Római Császári cím, ugye 350 fejedelemség önálló kis politikai szuverenitást élvez a térségben, és ez a széttagoltság egészen a 19. századig elkíséri a német területeket. A 19. század elején már azért jelentkeznek igények arra, hogy esetleg ezt a hatalmi vákumot egy egységes politikai tényezővé kéne tenni. Egyelőre gazdaságilag egy Friedrich Litz nevű fickó 1834-ben, ha jól emlékszem, létrehozta a Zollvereint, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy ez a 350 fejedelemség az egymás felé történő vámokat eltörlik. Tehát vámmentesen mehetne és mozoghat a tőke és a gazdaság ebben a vákumban, ami ugye azt jelenti, hogy már a következő lépés az esetleg egy gazdasági egységesedés után egy politikai egységesedés felé haladhat a német térség, amikor is bekövetkezik az 1848-as népek tavasza, ahol megfogalmazódik a német nemzetállam létrejöttének igénye, ugye a Frankfurti Birodalmi Gyűléssel, csak az a baj, hogy ez megint nem fog bekövetkezni. Tehát túlságosan erős a fejedelemségeknek a szuverenitás igénye, és tulajdonképpen nem történik meg. Nem történik meg az összeolvadása ennek a térségnek. Itt is azért egyetlen egy előnnyel járt 1848, az pedig az, hogy itt is megszűnik a fejedelemségekben a feudalizmus, tehát a jobbátság felszabadul kötöttségéből, a nemesség adóteher alá kerül. Tehát azt lehet mondani, hogy a polgári állam alapjainak kialakításához a feltételek adottak lesznek, de a várt német egység az nem következett be. Így 1848 után itt is két elképzelés formálódik ki, hogy hogyan lehetne ezt a német egységet létrehozni. Az egyik az egy kis német egység lenne, ennek vezetője mindenképpen Poroszország lenne. Poroszország a 19. századra már nem csak hogy hatalmi tényezőnek számít, hanem kelet-német területekkel, főleg rúrvidéki ipari központokkal lesz gazdagabb Poroszország, és tulajdonképpen egy gazdaságilag, politikailag erős Poroszország jelenik meg a 19. század elején, közepén. Tehát mindenképpen Poroszországgal lehetne levezényelni egy ilyen német egységet, ez egy nagyon szorosabb együttműködést jelentene a németség részére. A másik koncepció az pedig egy nagy német egység. Van egy másik nagy, főleg német ajkú birodalom, ez az Osztrák-Magyar Monarchia a térségben, ami egy sokkal lazább, ilyen föderatív jellegű, de egy nagyobb német egység létrehozását lehetne véghez vinni. Na most ebből a két verzióból a reálisabb koncepció az az első koncepció lesz, hogy Poroszország fogja majd ezt levezényelni, méghozzá úgy, hogy 1862-ben Poroszország miniszterelnöke egy Otto von Bismarck nevű fickó lesz, és ez az Otto von Bismarck, neki eltökélt szándéka lesz majd az, hogy Poroszország vezényelje le ezt a német egység folyamatot. Ő neki elég határozott elképzelései voltak, hogy az a fajta ideológiai háttér, ami 1848-ban mondjuk a liberalizmus mentén próbálkozott itt a német egységgel, az nem tudta megteremteni ezt a német egységet. A tankönyvben, 16. oldalon van is egy szöveg, ami tökéletesen lefesti Bismarcknak azt a politikai hitvallását, hogy ha a liberalizmus nem hozta meg a várt eredményt a német nemzetállam létrehozása érdekében, akkor milyen mozgástere vagy milyen eszköze lehet ebben Poroszországnak.
Nagyon forró vérünk van. Hajlamosak vagyunk arra, hogy túl sok terjedelmes fegyvert rakjunk testünkre, és mégis meg kell ezt tennünk. A németek nem liberalizmust várnak Poroszországtól, hanem erőt. Bajorország, Württemberg, Baden eltörheti a liberalizmust, senki nem tulajdonít nekik Poroszország egyesítésében szerepet. Poroszországnak össze kell szednie és megőriznie erejét a megfelelő pillanatig, amelyet már nem egyszer elmulasztottunk. Poroszország határa a bécsi béke után nem kedvez az egészséges állami életnek. A nagy kérdéseket nem beszéddel döntik el, vagy a többség határozataival, éppen ez volt a nagy tévedés 1848-49-ben, hanem vassal és vérrel. Tehát itt Bismarck egyértelműen kifejezte azon szándékát, hogy tetszik, nem tetszik, ha a liberalizmussal nem sikerült, akkor kemény eszközökkel, a nacionalizmus vérrel és vassal erejével kell majd véghez vinni ezt a német egységet. Na most ennek érdekében Bismarck nagyon komoly lépéseket tesz, például megteszi azt, hogy a parlament, a porosz parlament megkerülésével hadügyi reformot hajt végre Poroszországban. Ennek elemeihez hozzátartozott, hogy például bevezeti a sorozott állományú haderőnek a létrehozását, ami alapot ad, hogyha szükség van, akkor a teljes porosz férfi lakosságot be lehessen hívni katonának. Na most természetesen ezzel párhuzamosan a kötelezettségek mellett azért a jogok terét is meg kellett nyitnia a lakosság számára, tehát általánossá teteti a választójogot, de ugyanakkor kötelességé teszi azt, hogyha a nemzet úgy hívja, úgy akarja, akkor mindenkit behívjanak katonának. Modernizálja a porosz haderőt, a gyalogsági fegyvereknél általánossá válik a hátultöltős fegyvereknek a megjelenése, ami sokkal nagyobb tűzgyorsaságot ad a csatatereken az ellenséggel szemben. Mert az a baj, hogy még alapvetően még mindig eléggé poroszos, vagy eléggé, mint a francia forradalom idején, ilyen zárt hadrendben állnak fel a csapatok, de egy hátultöltős fegyver sokkal nagyobb tűzgyorsaságot tud biztosítani mondjuk egy perc alatt, mint mondjuk egy előtöltős fegyver. Vagy például nagyon modern porosz hadi akadémiákat nyitnak, amelyben egészen a 20. század közepéig Európa legképzettebb porosz katonatisztjai fognak majd kikerülni, akik irányítani fogják majd, vagy irányíthatják ezeket a tömegseregeket, amit Poroszország majd ki tud állítani magából. Tehát megteremti azt a katonai háttét és feltételt a parlament megkerülésével, ami majd biztosítani fogja a csatatereken majd a poroszoknak a győzelmet. És mindemellett Bismarck nagyon jó diplomatának bizonyult, ugye ő korábban Szentpétervárot és Párizsban volt nagykövete Poroszországnak, és teljesen tisztában volt a politikai erőviszonyokkal, így ő is ugyanazt a taktikát választja, mint Piemontban Cavour, hogy megpróbálja úgy alakítani a diplomáciai helyzetet, hogy az éppen aktuális ellenfele elszigetelődjön, és a német egység folyamatban mindenki Poroszországot támogassa. Tehát ez a kavuri taktika, ez tökéletesen átemeli Bismarck is majd Poroszország részére. Na most nézzük meg, hogy ebben az ellenséges környezetben ki az, akikre számíthat, és ki az, akiket megpróbál elszigetelni. A német egység folyamatokat teljesen bizonyosan támogatja Anglia. Anglia azért támogatja, mert Anglia, aki a legjobban figyel arra, hogy az európai erőviszonyok kiegyensúlyozottak legyenek, Anglia úgy gondolja, hogy Oroszország Európa felé való expanzióját Németországnak, egy egységes Németországnak kell megállítania. Már ekkor ugye az osztrák-magyar monarchiában bizonyossá válik az 1848-49-es forradalmak, főleg magyar forradalommal szembeni leszereplése a Habsburgoknak. Teljesen bizonyos, hogy ezt a szerepet az osztrák-magyar monarchia már nem tudja betölteni. Ezért szükség van egy erős német egységállamra, amit Anglia támogat az oroszok ellen. Aztán támogatja a német egységet Olaszország.
Ugye Olaszország ugyanazt az utat járta be, mint amire most készül majd Poroszország, körülbelül ugyanazokkal az ellenségekkel szemben. Tehát itt tulajdonképpen egy természetes szövetségese van Németországnak Olaszországgal. És tulajdonképpen három olyan ellenfele maradt, olyan szomszédja maradt Németországnak, akik itt akadályozni tudják a német egységet. Ugye Franciaország, az Osztrák-Magyar Monarchia és Oroszország. Ebben Bismarck a következő lépéseket teszi meg ezekkel az ellenfelekkel szemben. Először Oroszországot szedi elő, 1863-ban a lengyel területeken, az oroszok által megszállt lengyel területeken egy lázadás robban ki. Ezt persze Oroszország leveri könnyen, viszont ezek a lengyel felkelők porosz területekre menekülnek. Na most Bismarck itt csinál egy nem túl szimpatikus lépés, ezeket a lengyel lázadókat kiadja az oroszoknak, és Oroszország, amely a krími háború után teljesen el van szigetelve, nagyon jól esik Oroszországnak, hogy Poroszország ezt a gáláns lépést megtette felé. Így tulajdonképpen annyira sikerül Poroszországnak lekenyereznie Oroszországot, hogy innentől kezdve várható, hogy a német egység folyamatba az oroszok nem fognak beleszólni. A következő megmaradt két vetétás közül a következő az Osztrák-Magyar Monarchiát kívánja előszedni Bismarck, méghozzá úgy, hogy 1865-ben Bismarck találkozik harmadik Napóleonnal Biarritznél, és Biarritzben megállapodnak a poroszok és a franciák, hogy ha Poroszország nekiesik az Osztrák-Magyar Monarchiának, akkor ebből távol marad Franciaország. Harmadik Napóleon megígérte, úgyhogy így tulajdonképpen bátran eshetett neki Poroszország az Osztrák-Magyar Monarchiának. 1866. július 3-án Königgrätznél, a mai Csehország területén található Königgrätznél megütközik a porosz haderő a Habsburg haderővel, és a sokkal modernebb, sokkal felkészültebb porosz haderő pillanatokon belül tönkreveri a császári haderőt, és ennek következményei az Osztrák-Magyar Monarchiára nézve nagyon-nagyon enyhe lesz, ugyanis az ezt lezáró Nikolsburgi békében a poroszok mindössze két dolgot kérnek a Habsburgoktól. Az egyik dolog az, hogy ne szóljanak bele a német egységbe. Tehát innentől kezdve egyértelművé válik, hogy a német egység az a kis német egység koncepcióban fog majd megszületni Poroszországgal az élen. Az Osztrák-Magyar Monarchia ezt megígéri, illetve a másik dolog, hogy természetes szövetségesének, Olaszországnak, az Osztrák-Magyar Monarchiának át kell adnia Velencét és környékét. Ugye, ahogy a múlt órán mondtam, így hullik ölébe Olaszországnak Velence is környéke, és tulajdonképpen innentől kezdve Poroszországnak már csak egyetlen egy ellenfele van, ez pedig Franciaország. Ekkor már megvalósul az észak-német egység a német térségben, és Poroszország az idősebb von Moltke tábornok vezetésével 1870-ben megtámadja Franciaországot. Sedannál és Metznél sikerül tönkreverni a poroszoknak a francia haderőt, és tulajdonképpen már ellenállás nélkül tud előre nyomulni a porosz haderő egészen Párizs külvárosáig, vagy külső területeig. Maga harmadik Napóleon is fogságba kerül egyébként. És tulajdonképpen ez Franciaországban teljes káoszhoz vezet, mert harmadik Napóleon császársága összeomlik, kikiáltanak egy harmadik köztársaságot a franciák, de végül ebből az összeomlásból Poroszország úgy jön ki győztesen, hogy 1871. január 18-án Versailles-ban egy békét kötnek a franciákkal. Ebben a békében kikiáltják a német császárság megalakulását Hohenzollern első Vilmos vezetésével. A dél-német térség is beolvad a német egységbe, ezáltal jön létre a német császárság. Elveszi Franciaországtól Elsass-Lotaringia területét a Versailles-i békében,
a német császárság, illetve Bismarck egy nagyon kemény hadisarcot ró ki Franciaországra. Ez a hadisarc ez azt jelenti, hogy iszonyatos pénzt követel Franciaországtól. Na most itt ez a Versailles béke, ez egyértelműen Franciaország megalázását eredményezte, és innentől kezdve Franciaország hivatalosan hát a revans politikájával próbál élni Németországgal szemben, tehát megpróbálja valami, olyan külpolitikai környezetet próbál meg keresni Franciaország, amelyben ezt a megaláztatást majd visszaadja Németországnak, de ezzel egészen az első világháborúig várni kell Franciaországnak. Na most ezután létrejön az egységes utolsó hatalmi vákumban létrejött ez a német császárság, vagy Németország, és tulajdonképpen ezzel megszületnek a nemzetállamok. Akkor nemzetállamok korába lépünk, a polgári államok korába lépünk, amelyben tulajdonképpen itt a óra vége felé egy kicsit arról beszélnék, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy egy nemzetállam, egy polgári állam működni tudjon. Hát már Bismarck alatt lehetett látni, hogy a nemzetállamok azt jelenti, hogy az állam minden hatalommal rendelkezik az állampolgár felett. Tehát az állampolgárok és az állam között egy olyan társadalmi szerződés köttetik, ahol a mindenható állam hatalommal rendelkezik az állampolgár felett, ami azt jelenti, hogy az állampolgárnak olyan kötelezettséget ró ki az állam, hogy például adóznia kell az állam felé, vagy szükség esetén életét kell áldoznia innentől kezdve az állampolgárnak az állam felé. De cserébe az állam egyre szélesedő jogokat biztosít az állampolgár számára. Természetesen általánossá válik a választójog, ami azt jelenti, hogy politikai jogot kap az állampolgár. Mindemellett az állam biztosítja az állampolgár számára az olyan területeknek a működtetését, mint például az oktatás, az egészségügy vagy a szociális rendszernek a működése. Ugyanis ezeket a hatalmas ellátórendszereket, egy egész nemzetre kiterjedő egészségügyet, vagy oktatásügyet, vagy szociális rendszert csak az állam tud fenntartani. Ahhoz, hogy fent tudja tartani ezt az állam, ahhoz adóbevételekre van szükség. A 28. oldalon lehet látni ezt az ábrát, ami azt jelenti, hogy kialakulnak az ellátórendszerek, amiben bekerül minden állampolgár, de cserébe ugye adókötelezettségekkel kell fenntartania, az állampolgároktól beszedett adókkal kell fenntartania az államnak ezeket az ellátórendszereket. Na most ugye vagy az állampolgárok adóterheiből, vagy pedig a gazdaság olyan szinten pörög egy nemzetállam számára, amelyből a gazdasági haszonból is le lehet fölözni azokat a pénzeket, amivel az ellátórendszereket működtetni lehet. Hát természetesen, hogyha egy ország gazdasága jól működik, akkor ebben az állampolgárnak egyre kevesebb adóteherrel kell hozzájárulni az állam működtetéséhez. Ha viszont a gazdaság nem működik nagyon jól, akkor itt az állampolgároknak egyre nagyobb adóterhekkel kell hozzájárulni, hogy az egészségügy, oktatásügy, szociális rendszer és egy erős, nagy tömegű hadsereg működni tudjon. Hát ezeket a feltételeket mutattam itt be árnyaltan, hogy hogyan teremti meg Poroszország, és miért cserébe. Mert itt ugye ez azt jelentette, hogy a jogokat viszont akkor az állampolgár számára egyre nagyobb mértékben kellett biztosítani. Például az oktatáshoz való joga, ami ingyenessé válik, az egészségügyhöz való, tehát az egészséges környezethez, meg az egészséges élethez való joga, az állampolgárnak ehhez ingyenes ellátó, egészségügyi ellátórendszert kell létrehozni. Tehát itt tulajdonképpen minden egyes állampolgár bekerül ezekbe az ellátórendszerekbe. Az állam ezáltal minden állampolgárt ellenőrizni tud,
Mert a hadseregtől kezdve, az egészségügyi rendszeren keresztül, az oktatásig mindenki bekerül élete során ezekbe az ellátórendszerekbe. Így tulajdonképpen ezért érezzük azt, hogy tulajdonképpen az állam korlátlan fennhatósága megteremtődik az állam területén élő állampolgárok felett, de cserébe az állampolgároknak azért van szuverenitása, és van mozgástere ebben a nemzetállamban. Jó, viszont ez teremti meg majd például itt az imperializmus korába lépve lassan, így teremtődik meg az, hogy az állam, ha szükség úgy hozza, milliós tömegeket tudjon mozgósítani egy-egy nagy háborúba, úgyhogy sajnos a 20. század világháborúi valóban nemzetállamok léte múlik azon, hogy mekkora tömegeket tud mozgatni az állam érdekeinek számára. Jó, hát körülbelül ennyit a német egységről. Remélem hasznos volt ez az órai feltöltés is. Használjátok, egészséges, sziasztok!